Köszöntöm közéleti magazinunk nézőit, Gödrey Zoltán vagyok. 32 milliárd forintból újítják a közutakat idén Tolna megyében. Ebből mintegy 12,5 milliárd forint csak a megye egyes számú választókerületének fejlesztését szolgálja majd. A tervek szerint az útrekonstrukciók még idén elkészülnek. Érkezik a tavasz, és indulnak az útfelújítási munkálatok. Bece Szabolcs, a Magyar Közút Nonprofit Kft. Tolna megyei igazgatója elmondta, milyen fejlesztések várhatóak idén a megyében. Tavasszal tömegesen indulnak meg a útfelújítási munkák, melyet az év végéig Tolna megyében be kell fejezni. A Magyar Falu program keretében közel 27 kilométer, a Közép-Dunamenti térség közlekedésfejlesztésében közel 140 kilométer, illetve a terület és település operatív fejlesztési program keretében közel 9,7 km útszakasz újul meg. A társaság téli üzemeltetési fenntartásai munkálatai során többnyire hideg, utántömörödő aszfalt felhasználásával végezte az ideglenes, lokális javítási munkákat. A tartósabb meleg aszfaltos javítások, a teljes körű felújítási munkák a téli szezon után a társaságunk részéről várhatólag április közepén indulnak meg a felújítási munkák. Idén a tervek szerint a téli időszakba keletkezett úthibákat, burkolathibák helyreállítását közel 9000 tonna melegaszfalt felhasználásával fogjuk elvégezni. Tolna megye területén három nagy útfelújítási munkát tudnak folytatni a pályázatoknak köszönhetően. Másik három rekonstrukció veszi kezdetét nem sokára, és év végéig újabb hat útszakasz újulhat meg a megye szerte. A Paks Nagydorog Sárszentlőrinc, a Tengelit-Szőlőhegy, 51-11-es útszakasz, ez a Dunaföldvár, Bölcskemadocsa, Paks, 51-12 jelű út, ez a Dunaszentgyörgy-Fatt-Tolna útszakasz egészen az M6-os autópályáig, Szálka-bekötő út, Fácánkert-bekötő út, Sioagárnak a belterületi szakasza, gyakorlatilag számos a lista. Összértékre körülbelül ebben az évben meghaladja a 32 milliárd forint értéket, amit útfejlesztésre, többnyire hazai forrásból finanszíroz a magyar állam. Ezeken kívül a Pörbői Alsónyék, Tolna-Bogyiszló, Szedres-Medina közötti útszakaszok és a Gerjeni bekötő út is felújításra kerül. Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője elárulta, mit jelent ez csak Szekszárd és térségét tekintve. A szekszárdi választókerület 17 települése közül a most induló vagy folyamatban lévő útfelújítások közvetlenül 11 települést érintenek. Közel 60 km útszakasz fog teljes egészében megújulni, ez nagyságrendileg egy 12,5 milliárd forintos beruházás, teljes egészében állami finanszírozás, és hogy konkrétan, hogy miket is érintene, ugye most folyamatban van a 6 szektár közötti összekötőút felújítása, tehát konkrétan 6-tól szektár közötti összekötőút felújítása, induló beruházás, a Siagádi bekötőút, a Pörgői Alsonyék közötti útszakasznak a felújítása. Ilyen pillanatban közbeszerzés alatt van, de idén fog még elindulni a Fácánkerti bekötő, Tolna-Bogyiszló közötti útszakasz, a Tengeric-Dunaszentgyörgy közötti útszakasz, valamint a Szedres-Medina közötti útszakasz. Ezek a beruházások, ezek vagy már folyamatban vannak, vagy hamarosan indulnak, de az a lényeg, hogy idén évvégéig ezeknek be kell fejeződni. Tehát ennek köszönhetően a választókeretemben közvetlenül 11 településnél 60 km útszakasz teljes egészében meg fog újulni 12,5 milliárd forintért. Az autósoktól, illetve a közúton közlekedőktől kérik, hogy minden esetben az út és a látási viszonyoknak megfelelően a kihelyezett sebességkorlátozások betartásával vezessenek, ügyelve a közúton munkát végző emberek testi épségére. Női divatszabó oktatás zajlik Hőgyészen a Tolna megyei szakképzési centrum és egy helyi vállalkozás együttműködésében. A cég tulajdonosa szerint egyik nagy előnye a megújult szakképzési rendszernek, hogy a duális képzőpartnernél sajátíthatják el az elméleti és gyakorlati ismereteket a tanulók. Az első lecke a tanulóknak egy ingnek a varrása volt. Kaptak egy alapanyagot, ők szabták ki,
A divatszabó képzésen résztvevők első munkáit mutatja Wilhelm Péter, hőgyészivaroda tulajdonos. Ezek a tanulók már a megújult felnőtt képzési rendszerben vesznek részt, amely egy rugalmas munkaerőpiaci alkalmazkodást tesz lehetővé. Többek között a tanulók a duális képző partnernél sajátíthatják el az elméleti és gyakorlati ismereteket egyaránt, illetve munkaszerződést kötnek a gyakorlati képzőhelyjel. Fontos lenne itt megemlíteni, hogy hol vagyunk most. Hőgyész a magyar textilipar bölcsője. 1730-ban itt alakult az első textilvállalat. Itt lett az első textil kereskedelmi működés. És azóta ez a térség, Dombovárt és Tamásit beleértve, a textiliparnak a legjobb területe volt. Itt a Tolna megyei szakképzési centrumnak a segítségével március 1-től lehetőségünk volt beindítani egy úgynevezett duál képzést. Ez egy teljesen új tanulási-tanítási forma a felnőtt képzésben, amiben mi elsők vagyunk Tolna megyébe. Egyenlőre 12 tanítvány van, mind a 12 ugye alkalmazott nálunk. Gyakorlatilag ők varronők, és most egy teljesen új módszer szerint egy új szakmát fognak megtanulni a duál képzésen keresztül. A képzés 18 hónap, és körülbelül 20 óra hetenként, amikor ugye ilyen tanítványi periódusok vannak, és részben ugye munkaidő alatt is képezzük őket, részben ugye bent maradnak, és akkor így lesz a képzés. Ezt saját rezsibe csináljuk, de együttműködünk ugye a Eszterházy Miklós szakképző szakiskolával, és ők adják a tanári munkaerőt, és ők adják a pedagógiai tudást ebbe a képzésbe. Minden tanítvány, ez a 12 ember, aki nálunk most részt vesz a képzésen, gyakorlatilag két szerződést kap. Az egyik egy szakképzési szerződés 18 hónapra, és természetesen megvan nekik a munkaszerződésük a vállalattal, hogy ami garantálja nekik a munkát. A varroda tulajdonosa azt mondja, ha a képzés véget ér, szeretné tovább foglalkoztatni a résztvevőket. Legtöbbször azt hiszik az emberek, hogy egy varronő mindent tud és mindent csinál naponta. De gyakorlatilag arról van szó, hogy a legtöbb varronő 3-4 műveletet csinál naponta. Ez egy nagyon nehéz, monoton munka, és most a képzésen keresztül egy igazi varronői képzést kapnak, amiben nem 3-4 művelet, hanem egy egész próbamunkának az előállítása lesz megoldva. Ez azt jelenti, hogy a varronőink ugye egy stimulációt, egy fejlődésen mennek keresztül, és az az eredmény, ami ugye 18 hónap után lesz, hogy ők jobban tudnak varni, és más tudásokat fognak megszerezni, ez ugye a vállalatnak hasznára lesz. Ez a képzés, mi tudjuk, mert mi ebben részt veszünk, teljesen más. A képzés a vállalatban történik, és azokat a prioritásokat veszi előtérbe, amelyek egy vállalatnak, egy gyakorló vállalatnak a fontossága. Tehát a mi varronőink nem fognak az idejük legtöbb részét azzal tölteni, hogy a divattörténelmet bemagolják, egyszer felolvassák, vagy elmondják, és ezzel vége. Ők gyakorlatilag vizsgamunkákat fognak csinálni. A másik pedig az, hogy az Eszterházy Miklós szakközépiskola mellett a saját, hogy úgy mondjam, vezetőink, vagy varoda vezetőink képezik a tanítványokat, és ezzel, hogy úgy mondjam, egy olyan tudást
fognak továbbadni, amiben a varrónőknek valóban szüksége van. Uzsonna teológia és evangélikus teletemplom, az egyik a pécsi, a másik a szekszárdi evangélikus egyházközség megvalósult ötlete. Mindkettő azt a célt szolgálja, hogy a járvány idején is tartsák a kapcsolatot a hívekkel, és adjanak egyfajta személyes útmutatást ebben a különösen nehéz helyzetben. A jelenléti istentiszteletek ugyanis most mindenhol szünetelnek. Az első gondolatunk talán az, hogy valamit veszíteni fogunk. Fahéj illatú, nyüzsgő, adventi vásárt, lázas ajándékkutató, áruház járásokat, karácsony hangulatú rendezvényeket. Sefcsik Zoltán szekszárdi evangélikus lelkész az Evangélikus Teletemplom című adventi sorozatából láthatunk részletet a legnagyobb videó megosztó csatornán közzétett felvételen. Azt mondja, a járvány kitörése az ő közösségükre is kihatott. Tavasszal volt a több hetes kihagyás, amikor egyáltalán nem lehetett egyrészt a meghozott szabály, másrészt a püspöki tanács javaslata szerint nem tartottunk istentiszteletet, viszont pünkösd utántól egészen a most következő vasárnapig nálunk volt jelenléti istentisztelet, úgy szervezve a templomot, hogy tehát a szabályoknak megfelelő távolságtartással, kézmosási lehetőséggel. Annak érdekében, hogy az énekeskönyvhöz ne érjenek hozzá a hívők, kivetítették az énekeket, de mindenki magában dúdolta a dalokat. A padokra kirakott matricák pedig azt a célt szolgálták, hogy megfelelő védőtávolságban helyezkedjenek el a vallásgyakorlók. Közel felére csökkent a látogatók száma, ezért az Isten tiszteletekről felvételt készítettek és közzétették az interneten. Az új szabályok szerint csak így tudnak szólni a hívőkhöz. Mindig felvettük videóra az aktuális Isten tiszteleteket, ezeket megvágva, feliratozva, kicsit a hangot javítva Facebookra és a YouTube csatornánkra feltettük, eddig is így volt. A hétközi felnőtt alkalmak ugye szintén elmaradtak kényszerűen, ezeket is ilyen online, tehát Facebookon hirdetett és a YouTube-ra kirakott anyaggal próbáltuk most pótolni. 14 év alattiaknak az alkalmakat megtartottuk iskolákban is itt is, valamikor ilyen élő, különböző applikációkon keresztül élő ilyen videótalálkozást próbáltunk asszonykörnek, vagy éppen az MO-s bibliaóráknak. Most nyilván ez egy új helyzet, a püspöki tanács azt javasolta, hogy virágvasárnapig ne legyen jelenléti istentisztelet. Tehát a most következő néhány hétvégén, vasárnapon majd csak online elérhető alkalom lesz nálunk. Próbálják személyessé tenni ezeket a felvételeket a szekszárdi evangélikus egyházközség tagjai. Mi próbáljuk úgy ezt megoldani, hogy most délután jönnek majd a kántoraink, felvesszük az énekanyagot. Én magam ilyen hobbi fotósként, hobbi videósként igyekszem a most tavasszal megnyíló kertről kis felvételeket, a templom egy-egy részletéről, talán izgalmasnak tűnő fotókat, videófelvételeket csinálni. Tehát mondjuk az idejövetel, a jelenlétet próbálja valahogy ez a templom környékének szépsége, apróbb kis szépsége ezt így pótolni. Ez úgy videóban megvágva, feliratozva, hát valami ennyi érdekesség sikerül. Természetesen rövidebb egy ilyen alkalom, hogy azért odafigyelve lehessen jelen lenni. Akik eddig is használták, azt mondják, hogy szeretik, kicsit más, mint a jelenlét istentisztelet, de vissza lehet húzódni az embernek így a szoba sarkába, koncentrálni, akár többször is megnézni, visszahallgatni. Nem pótolja, ugyanakkor hoz valami olyasmit, ami talán eddig nem volt. Sefcsik Zoltán azt mondja, ez a fajta ige hirdetés fogadtatása vegyes. Van egy csoport, akiknek kifejezetten tetszik az online istentisztelet, mások hiányolják a személyes jelenlétet. A hívek digitális oktatásáról is gondoskodtak a szekszárdi egyházközség tagjai. Hát egy nagyon klassz felügyelőnk van, ugye nálunk a felügyelő a nem lelkészi vezetője a gyülekezetnek. Korábban ő könyvtárigazgató volt, és képesített, ilyen számítógépes alapkezelési tanfolyamat ő végzett. Úgyhogy az ő ötlete volt az, hogy a tavasz időszakban azoknak a főleg idősebb testvéreknek, akik talán nem tudnak számítógépet kezelni, mert ugyan kaptak unokáktól, gyerekektől, de nehezen boldogulnak vele, egy 6 hetes képzést csináltunk. A pécsi egyházközség tagjai már egy éve áttértek a digitális térbe. Ők a hívek fotóival díszítették a padokat azért, hogy a lelkészek ne csak a kameráknak beszéljenek. Hogy tanulunk olyan dolgokat, amelyeket eddig nem tudtunk.
hogy olyan lehetőségeket kell kihasználnunk, ami nem volt. És nagyon sokszor így a beszélgetésünk során előkerült, hogy azért a teológia, vagy az egyház, vagy egyáltalán az ember, az nagyon sokszor került ilyen helyzetbe. Tehát így valahogy túl kellett élni. Az online Isten tiszteleteken kívül a lelkészek egy internetes sorozatot is elindítottak Uzsonna Teológia címmel. Ebben sokakat foglalkoztató hétköznapi témákról beszélgetnek egy kicsit másképp. Ahogy a teológiáról beszélgettünk, akkor rájöttünk, hogy hát folyamatosan rájövünk arra, hogy ez nem egy halott, egy ilyen ős tudomány, hanem ez a mindennapi életünket érintő. Tehát mi magunkról beszélünk, meg az emberekről beszélünk, meg az emberek lét kérdéseiről beszélünk. Uzsonna teológiának ez volt az alapkoncepciója. Eddig 10 beszélgetés került fel a Pécsi Egyházközség videó megosztó csatornájára. A legutóbbi, a 11., a vallás és a sport kapcsolatáról szól. 65 esztendővel ezelőtt március 11 és 12-én a Duna jeges áradása lerombolt a bogyiszló házainak 90%-át. Bár a szakemberek minden tudásukat és technikai lehetőségüket latba vetették az árhullám ellen, minden védekezés hasztalannak bizonyult. A hozzáértők azt mondják, ma már a technikai fejlettség olyan szintű, hogy megelőzhető lenne egy hasonló természeti csapás. A több mint fél évszázaddal ezelőtti eseményekről Bogyiszlón idén is megemlékeztek. A Dunán végig áll a jég. Robbantják a jeget a Kossuth híd pillérei körül. A műszaki alakulatok egy időben délen és a Duna középső szakaszán rombolják a jégpáncélt. Korabeli filmhíradó kockái is megörökítették azt a küzdelmet, amit az ember a természettel vívott 1956 márciusának elején. De minden áldozatvállalás hiába való volt, hiszen a jeges ár több települést is elöntött és elsöpört. Így járt Bogyiszló is. Hát ez Bogyiszlónak szerintem az elmúlt században a legnagyobb sorsfordító eseménye volt. Ugyan voltak háborúk és voltak forradalmak, de magát a települést ilyen módon ilyen hatalmas pusztulás nem érte, mint ekkor, 1956. március 11-én, 12-én, ezekben a napokban. Azok az épületek, amik teljesen téglából nem épültek, ez mondjuk templom, községháza, néhány tehetősebb gazdának a háza, az maradt meg, és a többi épület mind elpusztult. Az akkori technikai szint nem volt alkalmas arra, hogy egy ekkora erőnek ellenálljon, mondja a szakember. Repülőről, illetve honvédség kirendeléssel bombázták a jeget, de olyan jegesedés volt, ezeken a felvételeken lehet látni, hogy több méter vastagságú jég alakult ki. Szinte hihetetlennek azok a felvételek, ahol kinn a partra kinyomódó jég mellett emberek állnak, és akkor szembesül az ember vele, hogy ember magasságot meghaladó jég vastagságoktól darabok vannak kinn a parton. Előre látni pont abban az időszakban annyira nem tudták, nem voltak erre felkészülve. Nagyon jó szakemberek látták el a feladatot akkor is, ahogy megmutatkozott a védekezések, a helyreállítások folyamán is, de igazából azzal a flottával, amivel most is például a jég torlaszok kialakulását meg tudjuk akadályozni a Dunán, ez nem állt rendelkezésre, mint most. Most úgymond ezeket a folyamatokat már nagyon korán, és úgymond már a számítástechnika a kor szüleményével kivértezve tudják a szakemberek követni. Végig a Duna mentén azt mondhatni, hogy kamerák figyelik a jegesedéseket, a jégnek a levonulását, azoknak a partvonalaknak a helyeit, ahol elvileg a víz lassabban áramlik, és a jegesedések gyorsabban ki tudnak alakulni, illetve ezek a torlaszok megakadni. Ezt sokkal jobban nyomon tudja a mai ember már követni és kezelni. Az 56-os nagy jeges árvíz talán az utolsó volt, ami ekkora pusztítást végzett. Ma már szinte biztosra vehető, hogy az ember kordába tudja tartani a természet ilyen irányú kitörését. A vállalkozókat támogatja és segíti a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 2021-ben is számos olyan pályázat indul, amelyet a tulajdonosok cégeik fejlesztésére használhatnak fel.
Többek között Tolna megye hátrányos helyzetű településeinek vállalkozásai pályázhatnak március végéig akár 10 millió forintig terjedő támogatásra. Hamarosan a falusi kisboltok fejlesztésére, valamint a korábban bezárt boltok újranyitására is igénybe lehet venni pályázati forrást. Rengeteg adminisztrációval jár, amikor egy vállalkozó pályázatot nyújt be. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásfejlesztési munkatársai többek között ebben nyújtanak segítséget az üzlettulajdonosoknak. Kiemelném egyébként a kamarának azon szolgáltatását, ami a vállalkozások finanszírozásához kapcsolódó tevékenység. Ugye itt a pályázatokra, illetve hiteltermékekre kell gondolni. A vállalkozásfejlesztési osztály egy ilyen egyablakos rendszer formájában működik. Gyakorlatilag ezt úgy kell értelmezni, hogy a vállalkozás bejön, elmondja fejlesztési igényeit, és megpróbálunk erre megoldást találni, akár pályázati úton, vagy akár hitel formájában. És ugye itt a tevékenység nem áll meg, ugye vállaljuk a pályázatoknak az összeállítását, hitelkérelmeknek az összeállítását, meg ugye ezzel későbbi elszámolásban is bekapcsolódunk, és ugye a forrás lehívás ugye nagyon fontos feladat, és a pályázatoknak az utókövetése szint úgy, tehát megpróbáljuk ezen adminisztrációs terheket levenni a vállalkozások válláról. Én most kiemelnék néhány pályázatot. Az egyik, ami elérhető és március végéig pályázható, ez hátrányos helyzetű településekre kidolgozott pályázati konstrukció. Itt Tolna megyében a Tamási kis térségre kell gondolni, mikro- és kisvállalkozásokra kiírt pályázat. Két komponens volt, illetve van ezen pályázat kapcsán. Jelenleg a kisebbik pályázat a 2 és 10 millió forint közötti értékhatárú pályázat elérhető. Eszközfejlesztés, ingatlanberuházás, bérjellegű költségek, marketing, ingatlanfejlesztés, nagyjából így ezt is foglaltam. Kiemelném az informatikai fejlesztést is, hiszen a kormányzat, illetve a minisztérium kiemelt részként, vagy kiemelt fejlesztési területként kezeli az IT fejlesztéseket, tehát ugye itt laptopok, asztali számítógépek, hozzá kapcsolódó perifériáknak a megvásárlása és munkába állítása, ugye a vállalkozás működését, versenyképességét növelendő. Akár 629,3 millió forint támogatásban is részesülhet az a vállalkozás, amely pályázatot nyújt be a vállalkozásfejlesztési és innovációs operatív program projektjére. A pályázat a mikro-, kis- és középvállalkozásokat segíti. Most március elejével indult volna, már az új költségvetési időszak pályázati felhívás, ez egy vinopos pályázat, szintén meglehetősen széles skálán mozog az, hogy mire lehet pályázni. Kiemelt fejlesztési terület szintén az eszközvásárlás, ugye a gépek, berendezések, technológiai fejlesztésre kell gondolni. Aztán ingatlan fejlesztések, építés, bővítés, megújuló energiák alkalmazása, ugye itt napelem, napkollektor, hőszivattyú, hasonlóképpen a korábbi pályázatokhoz. Tanácsadási szolgáltatásra, képzésre lehet még visszanemtérítendő támogatást kapni. Ez egy újfajta konstrukció, illetve tavalyi évben jelent meg az első ilyen jellegű. Ugye alapvetően itt a vállalkozások visszatérítendő támogatást kapnak. Ez azt jelenti, hogy a korábbi rendszerhez képest, ugye az adott esetben visszafizetendő támogatás, viszont ami lényeges, hogyha bizonyos feltételeket teljesít a vállalkozás, ugye árbevétel, növekedés, nyilván ugye a beruházásnak vagy fejlesztéseknek éppen az a lényege, hogy valamilyen hatékonyságot elérjen a vállalkozás. Hogyha ezeket a feltételeket, nyilván a pályázati felhívás ezeket részletesen tartalmazza, tudja hozni, akkor át tud fordulni ez a visszatérítendő támogatás, vissza nem térítendő támogatássá.
és gyakorlatilag akár 70%-os támogatás intenzitás mellett egy nagy volumenű beruházást lehet megvalósítani. A kis települések üzleteit is támogatja a kormány. Akár 70 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek a falusi kisboltok tulajdonosai. Ugye 2000 fő alatti településeken próbálja a kormányzat a Magyar Falu Program keretein belül azt ösztönözni, támogatni, hogy ezeken az adott esetben zsáktelepüléseken is megfelelő szolgáltatásokat biztosítson a kis település, segítve az ott maradást vagy a letelepedést. Ugye ennél a pályázatnál már működő vagy újonnan alakuló egyéni vállalkozások, gazdasági társaságok tudnak majd pályázatot benyújtani. A települési üzlet, ugye egy élelmiszer jellegű üzlet fejlesztésére kell gondolni, illetve kapcsolódóan megjelenik kiegészítő szolgáltatásként adott esetben, hogy a gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmények forgalmazása, postai szolgáltatás, vagy közösségi tér kialakítása. Jellemzően itt is magas összeggel lehet majd itt vissza nem térítendő támogatásra pályázatot benyújtani. A részletek április 1-ével fognak megjelenni. Bár nem pályázat, de a közelmúltban jelentette be a kormány, hogy turizmus vendéglátás szektor támogatására újrakezdési gyors kölcsönt hoztak létre. Ez most március 8-ától elérhető. Mi magunk is a honlapunkon közzétettük az ehhez szükséges adatlapokat, tájékoztatókat, termékleírást, és nagyjából 1600 vállalkozásnak direkt e-mail formájában kiküldtük az értesítést, hogy ez elérhető. Ugye, mint ismeretes, ez a 25 TAOR kód főtevékenységgel rendelkező vagy működő vállalkozás tud beadni hitelkérelmet. 1 és 10 millió forint között lehet kölcsönt igényelni. Forgóeszköz finanszírozásra készletek vagy működési költségek finanszírozására. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!